Sziasztok, sziasztok, kedves emberek, én Forum 12 vagyok. Legyen is milliomos gameplay. Sokan kérdezhetitek, hogy miért is tér vissza a csatornára ez a bizonyos legyen ön is milliomos. Nagyon régóta, 2017-ben volt az utolsó rész, ugyebár erről a játékról. És az volt az utolsó rész a Legyen Ön is milliomosból. Bizonyára azért, mert én is untam már, meg félig meddig nem untam, de kellett akkor egy végső lezárás arra a gameplayre. 23 részt ért meg ez a gameplay. Letöröltem már azóta a lejátszási listát, és igazából hiányzott már ez a játék, azóta múlt hét óta játszok ezzel, nem hazudok nektek, tényleg játszok ezzel. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért is veszem elő újra, mert valóban visszatért a Legyen Ön is milliomos játék a tévé képernyőre. De most már nem Vágóval, nem Fábrival, hanem Gundival. Gundel Takács Gáborral. Azóta nagyon jól megy a szekér a Legyen Ön is milliomosnak, amióta visszatért a TV2-re. Ezzel nem akarok senkit se reklámozni, csak úgy mondtam. Na, mint ahogy az előző részben, tehát a felvezetésből hallottátok ezt a gyönyörű játékot, hát most kivitelesen újra kezdjük ezt a Legyen Ön is milliomost. Nem biztos, hogy ebből gameplayt csinálok a jövőben. De hogy emelítsük fel, hogy milyen játék is ez valójában. Én is tervezek egy ilyen fajta Legyen Ön is milliomos játékot csinálni, de nem Vágó Istvánnal, mert ez a játék még ez a Vágó Istvános vezetéssel kezdődött. Az a fejeződötésbe. Szóval, remélem veszi a szart, jobban veszi, bocsánat. Szóval igen, tehát tervezek egy olyan fajta játékot is csinálni a közeljövőben, de az nekem össze kell kigyűjtenem valahogyan az intrót is, egy új intrót is keresni, tehát egy saját készítésű intrót, mert nem használhatom fel a TV2-nek a Legyen Ön is milliomos intróját, mert szerintem letiltja, de megpróbálok egy ilyen teszt videót csinálni, de nem sok reményt fűzök hozzá, tehát nehogy azt ígyétek, hogy most bevágom minden egyes videóban, de mondom, nem fogok rendszert csinálni ebből a Legyen Ön is minden most, tehát nem fogok gameplayeket csinálni ugyanebből, mert abban azt a korszakomat már lezártam, tehát azt nem fogok ebből rendszert csinálni, csak néha napján egy kis kept csinálót, hogy az Oscar kollégám is csinálta annó. Sajnos már Oscar már nem YouTube-ozik, sajnos nekem természetesen Imi mellett ő volt az én mesterem. Tehát, hogyha ők nem lennének, akkor nem is kezdtem volna el ezt az egész utóbozást. Na, elég eltértünk a témától, tehát Legyen Ön is milliomos a mai rész. Tehát ezen a mai napon csinálni fogok egy Legyen Ön is milliomos videót, hogy felevenítsük, hogy milyen is volt egyébként ez a gameplay sorozat. Egyébként már nagyon sok megtekintés érkezett a Legyen Ön is milliomos letöltése és telepítésében, ahhoz képest az a legnépszerűbb videó lett a csatornán. Tehát én vagyok a gyakorlatilag az egyetlen, aki ilyen videót csinált. Na szóval, kezdjük is bele. Nem tudom, hogy hangos lesz a játék, vagy nem. Megpróbálok a saját hangeremben mondani, de hogyha hangosnak érzem, akkor lealkítom a játékot, és akkor halljátok a hangomat is. Na akkor kezdjük egy sor kérdéssel. Tegyék az alábbi táncokat európai elterjedésük időrendjébe. Hát, először a Charleston, tehát a bécsi keringő, Twist, Break.
A, B, D. Ez volt a sorrend. Anonymus a nevem, de most nem direkt állítottam be. Mindegy, nézzük egy újabb sorkérdést. Kegyék sorba a ház szintjeit kezdik a legalsóval. Hát először alaksor. Utána jön a magas földszint, utána az emelet és a tetőtér. Na, másodjára sikerült. És nekünk sikerült. 12 másodperc. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy facecam, nem tudom, hogy lesz-e a jövőben. Egyelőre még nem akarom mutatni az arcomat az én YouTube közönségemnek. Úgyhogy egyelőre nem lesz facecam. Na, csak kinyögöm még ma. Akkor... Köszönöm szépen! Na, lássuk! Összes kérdésre van állítva. Na, az alábbiak közül melyiket eszik meg? Nyenyec, kuszkusz, dumdum vagy dilom? Kuszkusz. Vágúr! Adjon már! Mi a vége a nem akarásnak a mondás szerint? Nyafogás, nyűszítés, nyögés, nyüglődésnek. A nem akarásnak nyüglődés a vége. Akkor nyűgés. Akkor minden nem akarásnak nyögés lesz a vége. Jó van, egy kicsit becsapós volt. Melyikország zászlájában nincs vörös szín az alábbiak közül? Ausztriának van, Lengyelországnak van, Dániának van, görögöknek nincs. Nekik kék-fehér zászlójuk van, tehát csupa kék meg fehér csíkozással van. Tolvaj nyelven mit csinál a rendőrségen az, aki valamást tesz a társai ellen? Hát, nem krákok. Nem. Prüszkö. Köhög. Köhög. Bocsánat, hogy ennyire nyomogatom az A, B, C, D-t. Csak itt még 50 ezerig segít, utána már nem. Hol tehát az ember egyensúlyérző szerve? Ember egyensúlyérző szerv, egyensúly... Hát kövezzetek meg! De 100 000-es kérdésnél ezt nem tudom. Felezzünk meg. Vegyen el kettőt. Egyensúlyérző. Hát a filmben tudja, hogy van. Hát a talpon azt tudja, hogy nem lehet. De annyira becsapós a kérdés, akkor kérdezzük már meg a közönséget is. Nem vagyok benne biztos, mert annyira becsapós néha a kérdés. Aha, a fülben. Akkor legyen a C. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm. Na. Hát már nekem csak egy segítségem van. Hát most nem tudok mit vele csinálni. Na mindegy. Melyik hangszer művész volt Pablo Casals? Melyik hangszer? Hát én nem tudom, én a zongora meg a hegedű között vacilálok, de a brácsát nem hallottam, meg a gordongát se. Akkor... Melyik hangszer művésze? Pablo Casals. Hát szerintem hegedű, C. Nyerüljük meg a C-t. Hegedű szerintem, mert így jobban el tudom képzelni, hogy Pablo Casals ez hegedűs volt. Gordonka? Ne sajnálja, vágó úr, ne sajnálja. Nem sajnálja, vágó úr, ne sajnálja. Jó, próbálkozott, de várjunk már. Hoppá, egy kis kulisszatitok, de mi az a gordonka? Gordonka. Mi az a hangszer? Ja, hogy az! Ja. Nem értem. Játsszunk még egyet. Nem akarok olyan hosszú videót csinálni, kezdjük meg egyszer előről, oké? Okay? Legyen ön is milliomos. Úgy legyen.
Most nem, vágatlanul akarom ezt a videót megcsinálni, de mivel az előzetes meg akarom csinálni, de esetleg az izét, a... Bocsánat, hogy ilyen vagyok. Tehát olyan videót akarok csinálni, hogy először felnevenítjük az előzőeket, és úgy. Na, kinek a viasz szárnyai olvadtak el a nap közelében? Ikarosz. Nem, akkor Daidalosz. Akkor Böningosz. Topajajusz. Hát Ikarosz, hát most miért nem jelölöd meg a B-t? Érdekes. Jó. Meg betegség régies neve a csúsz. A csúsz. Influenza. Akkor kanyarok. Akkor reuma. Reuma. Ezt nem hallottam egyébként, hogy reuma. Tehát a csúsz. Milyen állatokkal foglalkozik egy ornitológus? Hüllöke. Akkor madarakkal. Akkor rovarokkal. Madarakkal. Ornitológus. Ezt amúgy meg tudnom kellene. Tehát nagyon szégyellem magam. Megfelelő részen nem rendeztek még olimpiai játékokat. Észak-Amerikában tuti. Mert Los Angelesben volt már. Meg Mexikóban is. Ausztráliában szerintem is. Ázsiában biztos. Akkor Afrikában. Afrikában. Hát máshol hol rendeztek volna még? Hát igen. Tehát én, mindegy. Mi lenne a film népi eposz a Kaleva főszereplőjének? Hú, bozd meg, hát én honnan tudjam? Mi adom? Tényleg vágul? Az ki a fene orvosott ilyet? Közönséget közönségüknek. Most. Fú, de megosztjuk a vélemény. Na, akkor megjeljük. Elhiszem a titisztel publikumnak. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Természetesen Gundi előtt ezt nem csinálnám. Hol meg két segítségem, de a telefonos segítség szerintem nem kell annyira. Nézzük. Mit csinál Penelope az Odysseus felesége, hogy távol tartsa a kérőket? Ha jól emlékszem, hát ez 9-es anyag. Disznóvá változtatta őket, az más, az nagyon hülyesség lenne. 10 évi szent böjtöt tartott, az inkább az, te volt a csak kérőket, visszafejtette, amit szőtt, az nem lehet. Úgyhogy vagy a áruvel töltve bújdosott, vagy 10 évi szent böjtöt tartott. Ismerős vágul, most ne pofázzon már vissza, legyen szíves, most gondolkodom. Felezzünk. Vegyünk el kettőt. A kurva életbe! És mi barabbett? Amelyiket nem jelöltem meg. Na, akkor árulát töltve elbújdosott. Én úgy emlékszem, nem visszafejtette, amit szőtt, hanem árulát töltve elbújdosott. Micsoda? Visszafelejtette, amit szőtt. Nem az volt. Hát ez fasság már, komolyan. Három a magyar igazság, utolsó. Utolsó. Most tényleg utolsó. Három a magyar igazság, ezért harmadjára is nekifutunk. Na lássuk. Hogyan tűnik el a nyom nélkül Hogyan tűnik el a nyom nélkül elkallódó tárgy a mondás szerint? Szőrény szálán. Árkombokról az, amikor eltűnik az ember. Milyen párt játszott Jack Lemmon és Walter Matthau vígjátékuk címe szerint? Furcsa párt. Hoppá, bocsánat. Hol van a NATO központja? Hát New York az a ENSZ-nek a székhelye, vagy Genf, vagy Strasbourg. Brüsszel. New Yorkban van az ENSZ. A NATO pedig Brüsszelben van. Melyik ország nem tagja a Benelux államoknak? Na ez egy jó kérdés. De Dániára. 100 000 tök jól megy, de utána...
Milyen műszaki berendezés működési elvét alkotta meg Jedlik Ányos? Ha jól emlékszem, akkor a dinamót volt az, úgyhogy jelöljük meg a B-t. Na, akkor jól emlékeztem. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Még van három segítségem. De pont a harmadikra kell olyan kérdést rakni. Na mindegy. Milyen nemzetiségű volt Q Vadis című regény szerzője? Q Vadis? Hát én egyből azt gondolnám, hogy orosz. Hát lengyel... Felezzünk. Ó, bazd meg. Hú. Hát én nem tudom, megmondom őszintén. Q Vadis. Hát most vagy orosz, vagy lengyel. Tehát én nem tudom eldönteni. Úgyhogy közönség. Hát nem vagyok benne annyira biztos. Tehát én azért kérdezem a közönséget, mert hogyha becsapós a kérdés, és hogyha véletlenül az orosz nyomom meg, akkor lehet lengyel. Azért kérdezem a közönséget. Hát én elfogadom a közönségnek a szavazatát, tehát akkor megjelölöm a lengyelt. Ez jó neked. Köszönöm szépen, köszönöm, köszönöm. Közönségtől köszöntem meg. Minden kellett elfeleznem? Mindegy. Melyik európai színésznő lett országa a kulturális minisztere? Hú! Melina Mercury. Kulturális, szerintem Sophia Loren-re tippálném. Azt hiszem. Köszönöm, vágó úr. Sophia Lorenre hajatkoznék, de Sophia Loren szerintem az amerikai születésű Sophia Loren, de hogyha Melina Mercury-t nézzük, Freddie Mercury-nak vagy a felesége, vagy a testvére, tehát Európához tartozik Nagy-Britannia is. Tehát, hogyha Sophia Loren az amerikai, tehát az már nem európai kulturális színésznő, most Melina Mercury-ra hajatkoznék, vagy van ez a Gina Lollobrigida, Inem Pappas, de szerintem a B-re tippelnék, de szerintem európai színésznő, kulturális miniszter, szerintem Melina Mercury. B. Segítség nélkül, kockáztatok, B. Melina Mercury. Na, ennyi. Hát egy jó kikövetkeztettem. Tehát én azt gondolom, hogy Melina Mercury az tudja, hogy brit születésű. Vagy volt. Milyen igazgatónként lett híres Beketov Mátyás. Hát most a színház vagy cirkusz. Beketov Mátyás. Ha jól megfigyeljük, akkor szerintem színház, de... Köszi, vágó úr. Cirkusz, nem? B. Eljöjjük meg a cirkusz. Ha elveztem, megérdemlem. Jó haladunk, jön a 800 ezeres kérdés. Hol van Zrínyi és Frangenben Madarász Viktor festményén? Ja, hol van Zrínyi? Mécsújhely, börtön, a török táborban. Ó, ezt nem ismerem, ezt a... Szigetvár. Zrínyi tudnélik, hogy Zrínyi az ugyebár Szigetvárnak volt a védelmezője szerintem, vagy nem vagyok benne biztos. Most Vatkan vadászaton, vagy Bécsi újhelyi börtönében
Arra nem tudom, hogy nem tudnám. Hát köszönöm szépen, hogy cicegett a közönség, de már nincs olyan segítségem. Akkor most felhasználom a telefonos segítséget, vágúr. Madarász Viktor, nem tudom, Frangepán. A bécsi jó egy börtön. Frangepán. Az ő németes, úgyhogy B. Én nem hiszek a telefonos segítségnek, ha elvesztem, megérdemem, ha nem, nem. Ez éppen hogy. Millió, na lássuk akkor. Lássuk akkor. Mi a Plutó holdjának neve? Ó, egy pillanat. Mindjárt jövök. Ma itt is van, nem néztem meg, nem néztem meg. Umbriel, Triton, Charon vagy Kalisztó. Plutó. Hát, ha jól emlékszem fizika óránról, tehát egy kicsit egy kis csillagászat is volt benne, akkor azt hiszem Umbriel volt a hold neve. Úgyhogy ja. Sharon. Baszki. 100 000 megint, de sokáig eljutottam, messzire eljutottunk. Nos, kedves emberek, remélem tetszett ez a mai rész, remélem élveztétek, hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el lájkot nyomni erre a videóra. Tehát még egyszer mondom, nem tudom, hogy rendszert csinálok-e ebben a jövőben, de majd meglátjuk. Minden esetre nézzétek továbbra is a TV2-n, 9 óra 20-kor kezdődik a TV2-n a Legyen Ön is Milliómos adásai, nézzétek nyugodtan, én is fogom nézni, tehát én már régóta követtem ezt a Legyen Ön is Milliómost, úgyhogy én mindenképpen azt kívánom, hogy legyetek ti is milliómosak, de akik csak otthonról követték az eseményeket, azoknak is jó játékot, úgyhogy a következő videóban találkozunk, remélem tetszett ez a mai rész, ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, én Forum 12 voltam, a továbbra is, sziasztok!